Jó reggelt! Bonjour! Nézzétek, milyen idő van ma kint. Látjátok? Sürke az idő. Esni fog. Szóval, quel temps fait-il dehors aujourd'hui? Milyen idő van ma kint? Mert megint reggeli óra van, tudom. Szóval, quel temps fait-il? Quel temps, milyen idő? Fait-il? Van. Ja, van. Dehors? Vagyis azt nem is kell mondani, hogy kint, mert hát mindenki tudja, hogy kint. Nyilvánvaló, hogy nem bent van valamilyen idő. Szóval dehors az kint, legalább azt is tudjátok. És aujourd'hui, ma, quel temps fait-il aujourd'hui? Úgy jobb. Quel temps fait-il aujourd'hui? Milyen idő van kint? Ma kint. Szokás szerint, tudjátok. Szóval ilyen reggeli videók lesznek mostanában. Együtt reggelizünk, jó? Valaki írta, hogy... Hogy kell ezeket mondani, hogy hogy vagy, meg honnan jöttél, meg mit tudom én. Szerintem ilyen videót már csináltam, de azért gyorsan elmondom, hogy ez a hogy vagy, ezt mindannyian tudjátok. Tudjátok miért? Mert mindannyian ismeritek azt a számot, hogy comment ça va? Tudjátok melyik, ugye? Comment ça va? Az hogy vagy. Szóval, vagy comment vas-tu? Vagy ça va? Azt is lehet csak mondani, hogy ça va. Ez a ça va, azt úgy értük, hogy jól vagy, de ez azt is jelenti, hogy jól vagyok. Szóval a másik azt válaszolhatja, hogy ça va. És ezen a válaszon kívül azt is mondhatjátok, hogy mint ebbe a dalba, hogy comment ça va? És akkor tudjátok, hogy comme si, comme si, comme si, comme si, comme ça. És az mit jelent? Így úgy, így úgy, így úgy, amúgy. Szóval, hogy vagy? Hát így úgy, így úgy, így úgy, amúgy. De azt lehet csak úgy mondani, hogy comme si, comme ça, így úgy, amúgy. Szóval ez tényleg igazi francia izé. Különben azt, hogy ça va, igen, jól vagyok, ça va. És hát nyilván soha nem mondja senki, azért megmondom, hogy kell mondani, de soha nem mondja senki az, hogy nincs jól. Mert ez nem... Hát ez nem azért kérdezzük, hogy vagy, hogy tényleg hogy vagy, hanem csak azért, hogy... Hát egy ilyen... hogy kell mondani? Mindegy, egy ilyen... csak hogy polite, poli, nem tudom, hogy kell mondani, mindegy, annyira nem vészes, reggel van. Szóval, csak ilyen rendes akar lenni az ember a másikkal, és azért kérdezi, hogy van. Szóval, azt is lehetne mondani, hogy nem vagy jól. Szóval, pas bien, comment ça va? Pas bien, nem jól. Vagy, je ne vais pas bien. Nem vagyok jól. Je ne vais pas bien. Nem vagyok jól. Je ne vais pas bien. De ahogy mondtam, ezt nem nagyon szokás. Nem nagyon szokás mondani. Közben ennem is kéne. Mióta vagy itt? Depuis combien de temps es-tu là? Szerintem ezt is csináltam már, de mindegy. Gyorsan így. Depuis combien de temps es-tu là? Mióta vagy itt? Depuis, az a mióta, depuis, combien de temps, szóval mennyi ideje, combien de temps, azt jelenti, hogy mennyi ideje, es-tu là, vagy itt, depuis combien de temps es-tu là, mióta vagy itt, mit lehetne válaszolni, hat hónapja, depuis six mois. Depuis, ja, ez a kés a homlokomon. A kés izé. Depuis six mois. Hat hónapja.
Depuis 6 mois. Szóval depuis, ez azóta, depuis, és 6 mois, 6 hónap. Mi más? Nem beszélek franciául, ezt is mondtam már szerintem, de mindegy, még egyszer megmondom, de legyetek szívesek, ne kérdezzetek olyanokat, amiket már csináltam, mondjuk nem szoktam még egyszer megcsinálni, de most hirtelen csak ez az e-mail jött a kezem alá, ahogy mondjuk franciául, sous la main, kezem alá. Magyarul ezt biztos nem így kell mondani, de még egyszer szerintem értitek, hogy mit akarok mondani. Szóval nem beszélek franciául, je ne parle pas français, je ne parle pas français, je ne parle pas français. Vagy beszélek egy kicsit franciául, je parle un petit peu français, je parle un petit peu français. Hát ez a szeretlek, hiányzol meg ilyenek, ezeket is erről csináltam egy nagyon régen, szerintem most már 10 éve egy videót. Ja, biztos 10 éve. Szeretlek, je t'aime. Tudom, ez nem olyan szexi, mint az a videó, amilyen volt. Nagyon sokan azt írják, hogy azt írjátok, hogy hogy ez a videó, az tényleg pedig csak valaki kérdezte, hogy ezeket hogy kell mondani magyarul, de mindegy. Szóval ez a szeretlek, ez a je t'aime. Hiányzol, tu me manques. Tu me manques. Tu me manques. Hiányzol. Ezen kívül ennyi volt. Ja, valaki más kérdezte, hogy az evőeszközöket hogy kell mondani. Szóval evőeszközök, úgy, hogy evőeszköz, az les couverts, franciául, les couverts, les couverts. Akkor ezekben van a kés, le couteau, le couteau, le couteau, a villa, la fourchette, la fourchette, la fourchette, a canal, la cuillère, la cuillère, la cuillère, a zevő canal, az a cuillère à soupe, szóval a franciául úgy mondják, hogy a leves canal, la cuillère à soupe, szóval soupe, az a leves, la cuillère à soupe, leves canal, a kis canal, az a kávés canal, franciául, la cuillère à café, la cuillère à café. La cuillère à café. Mi más? Azt hiszem, hogy elmondtam mindegyiket. Cuillère, fourchette, couteau. Les couverts. Ennyi. Tudom, soha nem vagyok kisminkelve, meg ilyenek. Tudjátok miért? Mert annyira nem érdekel. Mert sokan azt mondják, írják, hogy hát igen, kéne egy kismink. Tudjátok mit? Nem érdekel. Nem érdekel. Nem nagyon szoktam sminkelni, ha csak nem megyek ki valahova, mit tudom én, és ha nem nézek ki olyan túl jól, az se érdekel. Szóval ez van. Nem is azért vagyok itt, hogy jól nézek ki, hanem azért, hogy tanuljatok valamit. Az a lényeg. Ja, meg hogy egyek egy kis reggelit. Szóval ez fromage, sajt, fromage. És ez egy ilyen, mondjuk nem kenyér, de mindegy, ez, ha kenyér lenne, akkor úgy mondanánk, hogy tartine, tartine az a kenyér. Vagyis nem, a pain az a kenyér, de amikor egy szelet kenyér, akkor azt már úgy hívják, hogy tartine. Tartine, tartine az a szelet kenyér. És akkor ez lenne egy tartine au fromage. Tartine au fromage, sajtos kenyér. Szerintem itt befejezzük, mert ha elkezdek enni, plusz beszélni, plusz mit tudom én, az már tényleg nem lesz valamilyen hangulatos dolog, főleg mert ez nem ilyen kenyér, hanem ez ilyen, halljátok? Szóval ha ezt teszem, akkor már rögtön ilyen nem lesz olyan csámsogás lesz, meg mit tudom én, és nagyon sokan nem szeretik a csámsogást, mondjuk én utálom a csámsogást. Szóval, ha valaki a csámcsog a fülembe, azt nem bírom. Úgyhogy inkább nem fogom ezt csinálni veletek, hogy itt csámcsogok a fületekbe. Még akkor is, ha tegnap azt csináltam, de ez ilyen kivételes dolog volt, mert meg akartam mutatni, hogy milyen az a grenadier.
az a gyümölcs, szóval az nem egy passió gyümölcs, vagy hogy kell azt mondani magyarul, mindegy. Megnéztem, azért megpróbáltam megtalálni, de nem találtam meg sehol. Szerintem magyarul ilyen ennek nem mondanám, hogy nincs neve, de lehet, hogy nincs. Szóval mindegy. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és majd csinálok még ilyen reggeli videókat, ha olyan hangulatban vagyok. Mert nem mindig ilyen hangulatban vagyok, nem mindig. Van olyan, hogy nem vagyok ilyen semmiféle hangulatban, vagyis, na mindegy, hagyjuk. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és szép napot, szép napot mindenkinek. Ciao.